Kedves nézőink! Különleges helyről jelentkezik mai adásunk, a betegápolói irgalmas rend központjából, és nem más, aki velem szemben ül, mint Kozma Imre atya, akiről szinte legendák terjengnek már, és mi csak megköszönni szeretnénk ezzel a beszélgetéssel mindazt a munkát, amiről mi tudunk, és amit eddig végzett. Viszont nagyon kevesen tudják, hogy mit is jelent az, hogy betegápolói irgalmas rend. Egy picit beszéljen erről a rendről. A betegápoló irgalmas rend gyógyítással foglalkozik, azoknak az embereknek nyitja ki az ajtót, a kórház ajtót, az idős otthonok ajtaját, a szociális intézmények ajtaját, és azzal együtt a szívét is, mert hiszen a gyógyulást kereső ember nem csupán egy intézményt keres, nem csupán egy olyan helyet, ahol az egészségének a visszaszerzésért küzdenek sokan, hanem egy olyan helyet is keres ilyenkor az ember, ahol védelmet talál, védettséget, mert gyógyulás is csak akkor képzelhető el, ha az ember egy olyan közegben találhatja magát, ha olyan emberek várják. Most advent is van, ez különösen izgalmas kérdés, hiszen a betegápoló irgalmas rend karizmája a hospitalitás, ami azt fejezi ki, hogy ez az ilyen intézményekben, az irgalmas rendi intézményekben a betegeket várják, és úgy fogadják. A hospitalitás magyarra fordítva azt jelenti, mint kedves vendéget. És bizony, mindannyian tudjuk, ha kedves vendéget várunk, akkor készülünk, és készítjük a szívünket is, hogy ez az illető jól érezze magát. Hát megpróbálja a betegápoló irgalmas rend ezt a csodát művelni, hogy egy kórházban jól érezze valaki magát, hiszen valóban a betegség az embert kiszolgáltatottá teszi, és igen nagy szüksége van arra, hogy valóban úgy érezze magát egy gyógyító intézményben, mint ahol őt felkarolják. Igen, atya, a betegek elesettek, várják a segítséget, a törődést, a hitük erősítését, hiszen a gyógyulás tényleg így következik majd be. Viszont akkor milyen képzést kapnak azok, akik itt gyógyítanak, akik itt nővérként dolgoznak? Hogyan válogatnak a munkatársakba? Mennyi beleszólásuk van? De jó lenne, ha válogathatnánk. Sajnos egyre kevesebben vállalják ezt a munkát, mert ez valóban embert próbáló tevékenység, embert próbáló elkötelezettség beteg emberek mellett 24 órában ott lenni. Amikor visszakértük a kórházunkat, akkor azonnal Magyarországon elsőként létrehoztuk a lelki gondozói szolgálatot, például jelen pillanatban is 9 lelki gondozó működik, dolgozik alkalmazottként a kórházunkban, akiknek kifejezetten az a feladatuk, hogy az emberek lelki rezdüléseire figyeljenek, azzal törődjenek, és információt adjanak a gyógyító személyzetnek is. Ezt öröm hallani. És azt is, hogy most vasárnap a Duna Televízión lesz a Jónak lenni jó, ami már egy nagyon ismert és szeretett műsor a televíziónak, és a különlegessége, hogy ennek azt az adomány összeget, ami majd lesz, azt éppen a Máltai Szeretetszolgálat kapja. Hát ugye én kettős minőségben szólalok most meg, hiszen ha lehet így mondani, a szívem egyik fele a Máltáé, a szívem másik fele az irgalmasoké. Egyébként roppant érdekes ez a kérdés, hiszen az irgalmasoknak az üzenete, az irgalomnak a közvetítése, tehát
nagyon világosan és egyértelműen, amiről már beszéltünk, a hospitalitás, vagyis odafordulni a kiszolgáltatott emberhez és fölkarolni. A máltaiak pedig a hitvédelm és a rászorulók támogatása. Tehát még azt is mondhatnám, hogy ez a két eszme, ez az én szívemben ölelkezik, és a máltai szeretetszolgálat a kedvezményezettje ennek a nagyon nagyszerű és csodálatos akciónak. Ugye valóban ez a üzenet, hogy jónak lenni jó, talán a leghatásosabb megszólítása az embereknek. Mindenki szeretne jó lenni, és mindenki szeretne egyre jobb lenni. Mindegyikünk szeretné azt, hogy a másik ember jó véleménnyel legyen rólunk, jónak tartson bennünket. Néha bizony az ember ezzel kapcsolatosan még túlzásokba is esett, de jónak lenni azt jelenti, hogy az ember jót tesz. Tehát jó az ember csak akkor lehet, ha jót tesz. Aki nem tesz jót, az csak álmodozik, az szeretne jó lenni. Az embert a cselekedetei igazolják. Itt az asztalon már két gyertyaig adventi időszakban vagyunk, és egy gyönyörű szobor van itt. Nem véletlenül, hiszen azt mondta atya, hogy ez jelképezi tulajdonképpen az önök hitvallását is. Igen. Igen, ugye a szeplőtelen fogantatás szobra van ezen az asztalon. A betegápoló irgalmas rend magyar tagozatának a patrónája a szeplőtelenül fogantatott szűz. Ez sem véletlen, hogy a magyar irgalmas rendiek az ő oltalma alá helyezték magukat és az ő tevékenységüket, hiszen a szűzanyának az igazi üzenete, Egy igen, amit az Istennek mondott ki, és egy igen, amit az embereknek mondott ki. Hát az irgalmasok egy szerzetes, az első igenjét az Istennek mondja ki. Egy szerzetes rab, az Isten rabja, és az Isten szeretet hevíti, hiszen amit egynek tesztek, nekem teszitek, mondja Jézus. Tehát ez az igen, amit az Istennek mondunk ki, az az embereknek is kimondott igen, és a szűzanya ebben bátorít bennünket, hiszen valóban a rend igent mond az emberre, arra az emberre, akinek abban is szeretnénk segíteni, hogy tanulja meg mindegyikünk, mit jelent embernek lenni, és ha már itt a gyertyák is szóba kerültek, egy advent van, a két adventi gyertya második vasárnappal kezdődő napoktól számítatik, ugye az advent a várakozó ember világa. És egy pillanatra talán megint vissza kell hozzam azt, amit már mondottam, a várakozó ember nem magára gondol, hanem arra az emberre, akit vár. Jó, persze az adventben az Istenre várunk, de miért várunk az Istenre? Mert az Isten azért lett értünk emberré, hogy nekünk segítsen abban, hogy kell emberként élni, és hogy kell emberként élni egymással. Tehát a várakozó ember valóban arra az emberre gondol, aki majd egyszer elérkezik hozzá, minden órában érkezhet valaki, és ezek a találkozások, ha a várakozó ember lelkülete szerintiek, akkor itt megint ez sajátosan irgalmas rendi üzenet is és küldetés is, hogy az az ember, akivel találkozom, ő az, akiért én vagyok. Kedves atya, én nagyon megköszönöm mindazt, amit elmondott, hiszen ezzel szépítjük a lelkünket. Köszönöm az időt, amit ránk szánt, és arra kérem a nézőink nevében is, hogy szóljon hozzánk. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a karácsonyra készülő embereket, hívőket és nem hívőket egyaránt. A hívő emberek talán jobban az Istenre várakoznak, a nem hívő emberek
meg talán arra gondolnak, hogy ez a karácsony nagy lehetőség arra, hogy örömet szerezzenek egymásnak. A karácsony az örömszerzés nagy lehetősége. Az Isten volt az, aki megajándékozott bennünket önmagával. Értünk lett emberré, és felénk fordul az Isten akkor, amikor mi ünnepelünk, és azt a nagy lehetőséget adja meg nekünk, hogy akkor, amikor ünnepelünk, akkor valóban tudjunk megfeledkezni a mindennapokról. Higgyük el, hogy többre vagyunk képesek, mint a hétköznapok világában. Képesek vagyunk arra, hogy egymásra jobban figyeljünk, egymást jobban szeressük, egymás életét jobban szolgáljuk, és ez lehet kifejezhető egy aprócska ajándékkal, de sose felejtsük azt el. Mi vagyunk az igazi ajándék egymás számára. Az embernek emberre van szüksége. Uram, a kezem el ne enged, te vagy a vég, te vagy a kezdet, te vagy az egy, és te a minden, te vagy a túl, és te az innen, te vagy a hajnal, és az este, te vagy a remény éjjelente, te vagy a fény, és te az oltár, te vagy a szent, ki velem voltál, te vagy az élet és az álom, te vagy a legszebb szó a számon, te vagy az egy, és te a minden, te vagy a megszabadító, írgalom.